ragazzi, Babbo Natale, olasz prezident, mediterrán süt a nap Olaszországba. Baj nem lehet. Menjünk, nézzük meg! Akihabara? Szuper király, megérkeztem végül Olaszországba, Milánóba. Hogy miért is vagyok itt? Hát, kitaláltam decemberben, mivel én nagyon szeretek utazni, kitaláltam decemberben, hogy minden hónapban elutazok valahova, akárhova, Európán belül. A lényeg az lesz igazából, hogy ezek ilyen low budget utazások lesznek, szóval lehető legolcsóbban szeretném őket kihozni. És mivel nincsen nagyon sok szabad időm, ezáltal olyan utazások lesznek, amik rövid időtartalmúak lesznek, 2-3 napok. Próbálok mindent ilyen alternatív módon majd összehozni, szállást, kaját, minden ilyesmit. És persze megpróbálom ezt a saját stílusomba bemutatni. Szóval akár benne vagyok majd stoppolásba, bármiben, couchsurfingben, ilyesmiben. Jó! Most itt vagyok ugye Milánóba. 15 ezer forintért vettem meg a jegyet, ami drágának számít, sajnálatos módon. Ezt is kicsit elszúrtam, mert sokáig vártam, amúgy 9 ezer forintért ki lehet jönni Milánóba, szerintem egy nagyon olcsó ajánlat. Az a jó ebben a városban, hogy szerdán is és vasárnap is dupla gépük van, dupla járat, szóval jön egy reggel és jön egy este, és ezek a járatok, ahogy megérkeznek, utána vissza is fordulnak. Nyomasod, apa! Gyerünk, Rossi! Azaz! Hogy reggel felszállsz a gépre, megnézed a várost, körbenézel, azt csinálsz, amit akarsz, akár belevisz egy kis Instagram hepajkodást, bármit, körbenézel, megnézed a nevezetességeket. Tök jó dolog. Na, ez egy tök jó ajánlat szerintem, mert amúgy 1 óra 20 perc volt a repülőút, 1 óra után már elkezdett landolni. Csak összehasonlításképpen szegedi vagyok, és oda a vonatút 2 óra hossza, 9000 ide a jegy, és Szegedre pedig amúgy oda-vissza 7000 forint. Gyakorlatilag 2000 forint a különbség, és most én csak szépen arra gondoltam, hogy most elmegyek mondjuk itt péntek szombaton, egy ötkerbe vagy egy bobobba, meg egyéb ilyen helyeken, abból a pénzből vasárnaponként vagy hétvégent én el tudok igazából utazni bárhova. Folyamatosan mindig nézem a repülőjegyeket, különböző légitársaságoknál is teljesen rá vagyok kattam ezekre a dolgokra. Szívesen segítek, mindig állítok össze magamnak repülőjegyeket, amit sajnos ugye nem mindig tudok megvenni, de esetleg valaki azt meg tudja venni és tök olcsó, akkor az neki pedig viszont tök jó. Nem vagyok egy gazdag gyerek, viszont imádok utazni, és valahogy ezt a vágyamat meg kell valahogy valósítanom, és ezért gondoltam azt, hogy tök jó lenne, ha használnám a couchsurfinget, használnám az ismerősemet és a barátaimat, akik a különböző pontján laknak a földön, és oda csak igazából egy repülőjegyet kell megvennem okosan, és tök olcsón igazából el tudjuk jutni bárhova. Ezek a villanyosok elég gizdák. Az igen, zsír. Azaz, gyere bele. Menj neki. Na. Nem egy bőle semmi. Az igen. Halló. What's your number?
Nagy cigarett jönnem be. A kis utca. Hűha, hűha, ott valami készül. Ott valamit nagyon oda raktak az olaszok oda középre. Gucci, Gucci. Nice. Ez a Gucci-nek a bejárata. Ez a Gucci-nek a bejárata. Nem hiszem el, folyamatosan más villamos jön. Ami öt típust láttam eddig. Ez mi? Miért jön, hogy öt villamosotok van? Motoros, motoros. Ó, kapu, kapu. Igen. Ott egy freskó, ott egy freskó. Hű. Hoppá, hoppá. Aztán megtaláltam. Duomo. Duomo of Milano. Ő lesz az. Aszta betyárosát. Ez nem kicsit. A zsír. Menet közben vannak ilyen katakombák, vagy mi a féló. Tisztán úgy érzem magam, mint a Da Vinci kódba. Nagyon jó, valami ízű. Helyi fiatalok, lognak a suliból, szerde van gyerekek. Cigi szünet, zsír. Megkérdezem a gyerekeket, mikor épült ez a milánói dom? Vajon tudják? Csak lexikálisak nem van. Na jó, kérdezzük meg a gyerekeket. Hello guys, sorry, do you speak English, anybody? Yeah. Okay, just one question. Which century built the Milan Duomo over there? Quindi la prenotazione non l'hanno voluta. Sorry, do you speak English? No. Oh. Yeah, okay. Allora, ragazzi. Sorry. One moment. Okay, one moment. Okay. Ascoltatemi bene, è già staccato di matrice, quindi andiamo su, entriamo direttamente, bisogna solo prendere l'auto guida che li sta preparando, quindi mi raccomando, facciamo in modo ticket di portarci per mostra. Mostra? What is that? Galleria. Galleria, ok. Benvenuti a Milano! Bedobtam kezéjük a GoPro-t. Ott a GoPro! I'm from Hungary. Yeah. No. I say we go to take lunch as Hungary. Yeah. Okay. So you've been here for travel? Yeah, I'm here for travel. Yeah. And you guys? I just come here just for one day. Just some you know. Day. Yeah, one day. Videos. Yeah. Just some video. Shake up myself. 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 Yeah. Professional. Still trying to be professional. Okay, guys. Can I take a photo with you? Mindenhol csak a kínaiak. Maria, 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 Maria,
nem tudja, hogy kint vagyok, meg igazából kb. Senki nem tudja, hogy kint vagyok, mert csak így visszahúznak, mondják, hogy ne menjél, meg féltenek, meg mit tudom én mi. Ezért erről az utazásra nem szóltam, úgyis csak egy nap. Kézzel, kijöttem, itt vagyok Olaszországban, Milánóba. Mondom, hogy itt vagyok Olaszországban, Milánóba, kijöttem. Hogy nem vagyok Pesten. Várjál, mindjárt keresek valami olaszt itt. Mondom! Itt vagyok kint a milánói dóm előtt. Pont pacekba látom az egészet. De mondom! Várjál, sok a kínai. Sok a kínai. Akkor kínaiak, az jó? Az sok van. Várjál, de hol van egy olasz? Na jó, mindegy, de az a lényeg, hogy itt vagyok, de már mindjárt keresek valami olaszt. Jó. Rajba vagyok, elindulok a rossz irányba. Annyira fáradt vagyok, csak elindultam így jobbra azért a munkás csávó után. Megyek jobbra, full nem is erre jöttem. Fogalmam sincs amúgy, hogy hol vagyok. Körülbelül már 20 perce sétálok, és fogalmam sincs, hogy hol. Hol a rettegre vagyok? It's gonna be really hard to find myself out of this city. Találok ilyen cölöpöket, meg ilyen hidakat, bemászkálgatok, lövök pár képet. Óriási. Na, menjünk be ide. Cső. Jaj. Hát még a másik oldalra. Valahogy. Remélem nem lesz valami csöves. Aha. Átjöttem. Csű, de jól néz ki ez az oldal. Aj, de jó. Aj, bemegyek. Csű, gyerünk csak fölfele. Hú, ez jó lesz szerintem. Ez tetszik eddig a legjobban. Garden inside. Paci Pavlo Rum Sopitae. Ő az. Viccajozó lány. Kartonpapírokat cipelő olasz emberke. What are you doing here with this with stuff? You're selling this and earning money here. Okay. No money. Not the big money, right? No big money. Hungary good. Ah, not bad, not bad. Eh? Maybe it's good to be a gyroszos and like this over there. It's Hungary. Many gyrosz over there. It's a great place. Yeah.
Okay. Oh, awesome. Thank you, man. Whoa. Oh. Ott a Milán Dómé, meg kipróbálom ezt a cuccot. Nagyon komoly. Megyek előre! Kicsit előre! Igen, 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 előre, előre! Király! Grazie mille! Niente, prego! Grazie mille! Wait, wait! Okay. No, 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 come here, come here. Only for... because I... Yeah, okay. Okay. Oh, thank you. Only this. Okay. Grazie mille! Nothing. You're welcome. Imádom ezt a várost. Hát, kajak, mondom! Sorry, what is this? Do you speak? Who's she? Alberico, yes. Alberico. Ah, okay. Thank you. Say hi to Hungary. Hi. How to say in Italy, welcome in Milano. Benvenuto a Milano. Ah, okay, this is... Benvenuto a Milano. Okay, thank you. Sorry guys, do you speak English? A little bit. Okay, do you see that building over there? This is the Duomo. I don't know when it was built. No, I speak in English. Mindjárt jön a tini sztár gyerek. Neki már megvan az autogramja a néninek. Hol van ez az olasz tini sztár? Azt hiszik valami magyar YouTube-os vagyok amúgy itt a gyerekek. Én vagyok az! Ciao! 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 Benne lesztek a YouTube videómba! Ciao! Ragazzi! YouTube! YouTube! Ciao! Autografi? Aha, okay. Speak... Yeah, okay, just do the same. Speak a little. Some noise for Hungary! Bravo! Totál random ez a Milán. Nagyon. Oh, bella. Hey. Come si chiami? Say hi to Hungary. Hi. Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Hidd el a csaj, hogy ismer valahonnan Milánóból, Olaszországból. Beszél, csak egy GoPro kell hozzá. Szóval, szia, szia, te vagy az a YouTube-os? Mondom, mi? Kérdezi, hogy come ti chiami, meg úgy tudom én mi. Ciao. Chi sei? From Hungary. Hi. Hi. Have fun. Na, visszatértem. Sajnos sötét dolgokban nem tudtam sok mindent felvenni, mert lemerültek az eszközök. Most már itt vagyok a reptéren és töltöm őket. Fú, nagyon király volt ez a nap. Nagyon mozgalmas, nagyon sokat sétáltam. Elég random volt. Nem nagyon vágtam, hogy mi merre van. Csak úgy nagyjából mentem. Sokkal több mindent meg lehet szerintem nézni. Viszont nagyon jó volt. Bármikor jelenik szívesen. Nagyon olcsó a jegy. A repülőgépút nagyon-nagyon rövid. 1 óra 20 perc, Szeged Kiskörös, semmi extra. A jegy nagyon jó árban van, de mindenképpen nem is szabad hezitálni, de ki kell jönni, ez nagyon jó az a hely. Olaszok, temperamentum, Milánó, Észak-Olaszország, szíve, lelke, nagyon jó. Na, következő hónapban is elutazok, akkor viszont a legjobb haveromhoz megyek ki, Németországba, Martinhoz. Az valószínűleg már a jövő héten lesz, vagy február eleje. Hát így Köln térsége, Koblenz, stb. Oda is majd géppel megyek, szerintem az jó lesz. De nem ott is fel fogom venni, hogy mi fognak történni, meg gondolom Kölni Dom, meg Dortmund, meg szürke felhők, meg esik az eső, esik a hó, precíz német emberek, hát a szokásos, Audik, Mercik, ezek. Jó, aztán mi lesz még márciusban, az még kérdőjel, de úgy tűnik, hogy unokatásommal fogok menni, aki Angliába dolgozik, ki egy helyre.
április, meg akkor már egy, akkor is egy helyre fogok menni, ki gondolta volna, viszont az még nem tudom pontosan. Viszont május-június-júliusban nincsen terv, szóval esetleg ha valaki tud ajánlani valamit itt Európán belül, vagy esetleg így Közel-Kelet vagy Észak-Afrika, az még szerintem számításba jöhet, akkor nyugodtan írjatok vagy kommenteljetek, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen helyeken jártatok, meg hogy szerintetek mik a legjobb helyek Európában. Mert például engem ilyen Belgium, meg ilyenek annyira nem vonzanak, vagy még esetleg Párizs se vonz, szóval kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen élménye van ezekről a helyekről, meg hogy kinek hogy alakulnak az utazásai. Hát ha most megnéztetek ezt a videót, akkor látjátok, hogy hogy alakult az én utazásom. Általában mindig ilyen érdekes dolgok történnek, szóval leszólítanak, meg mit tudom én, nagyon kereskedő, meg alapból egy ilyen barátságos gyerek vagyok, szóval meg ilyen easy going, és mindig történik velem valami érdekes. Na jó, nagyjából ennyi a sztori. Na jól van. Már ennyi. Szerintem már többet nem is fogok már fölvenni. Most már felmegyek a repülőre, este van. Talán esetleg így Budapestből leszálláskor pár kép, meg videó, de azt már nem biztos, hogy be fogom vágni. Na jó, ez az első ilyen utazásom, amit így beszéddel is fölvettem, meg így benne voltam én is. Remélem, hogy tetszett.